Hát akkor köszöntelek tovább is benneteket. Hát, hogy ígértem a mai napon, hallgassuk meg Szőrösi Ildikót, aki már nem először járt nálunk. A múltkor belekezdtünk egy beszélgetésbe, és úgy döntöttünk, hogy akkor ma ezt egy kicsit mélységében, meg egyáltalán a történetét hátterét megvilágított. Hogy milyen szinten, hát azt most elmondjuk, hogy fogadját a szeretettel Szőrösi Ildikót. Köszönöm szépen, és hát elnézést a késői érkezésért, de én valóban most egy olyan feladatot kaptam, amiben nem vagyok egészen otthon. Szóval én nagyon igyekeztem, és elnézést kérek, ha bele fogok pislantani a jegyzetekbe, mert tulajdonképpen hát az én tisztem most talán az, hogy fölhívjam a figyelmet egy-egy dologra, amire nagyon oda kell figyelni. A kelták hogy jöttek a képbe? Hát úgy, hogy a múltkor meséltem, ugye, hogy Franciaországba többször jártam, Észak-Franciaországba, és ott olyan csodálatos kelta ünnepek vannak évenként, tavasszal, májusban, hogy én megdöbbentem, hogy a mai világban, tehát a technika világában, a gépek világában, szóval vannak még olyan tömegek, tehát olyan nagy népcsoportok, akik az ősiségüket és a hagyományaikat rendszeresen és olyan kitartóan ápolják. És ezt olyan látványosan teszik, hogy én csak azt tudom ajánlani, hogy egyszer ezt mindenki próbálja megnézni. Mert ezt sem a felvételek nem adják vissza, sem a leírások, sem a fényképek, ott kell lenni. Tehát körülbelül egy hétig tart májusban, május végén ez a Kelta Fesztivál, amire Angliából átutaznak csoportok, egész falu közösségek, Franciaország déli részeiből, aztán Spanyolországból. Tehát valóban azok a régi kelta népmaradványok, tehát baszkók, akiket így kisebbségként ismerünk most, és nagyon ritkán hallunk róluk, és ott beöltöznek a még megmaradt hát, ugye nép viseletükbe, és az fantasztikus. És mindezt olyan formába teszik, hogy hát szekereket, ilyen régi lóvontatta, meg bivajvontatta szekereket virágoznak fel azzal a bizonyos hát sáfrányvirággal, ami akkor nyílik, azaz ottani első tavaszi világ, és az egész olyan aranyos színben tündököl, és mindeközben ugye ott vannak a breton viseletek, ahogy a múltkor mondtam, ezek a nagy fejfedők, a csipke fejfedők, amik hát legalább egy fél méteresek, és a fejükön hordják, és hát tele csipkével ugye az egész ruházatuk, úgyhogy ezt visszaadni így valóban nem lehet, de hogy lehet az, hogy ezek a népcsoportok, tehát most ezt ilyen kitartóan igyekeznek felidézni, tehát a múltat. Mert azt már többször elmondtuk, és ezt ugye bele kell az egészbe számítani, hogy Franciaországban és hát nyugaton, ugye ezeket a kis népcsoportokat, de hát főleg Franciaországban a francia forradalom alatt majdnem kiirtották.
Tehát Vandé, amelyik egy nyugat-franciaországi, ugyancsak az északi részekre korlátozódó hát tartomány, azt szinte teljesen kiirtották. Normandiába, Bretagne-ba, ugye a legészakibb tartományokba, amelyek hát az ő szerencséjükre nagyon későn csatlakoztak, tehát lettek hozzá kapcsolva Franciaországhoz, mert úgy képzeljük el, hogy a 15. században lett Bretagne és Franciaország része, mert addig nem oda tartozott. Ugye az angol királyoknak is nagy tartományai voltak Franciaországon, tehát például a Garonne folyó környékén La Rochelle tartomány az angol birtok volt, és hát a száz éves háborúban ugye lassan kezdik ezt visszafoglalni, visszaszerezni a franciák. Hát ugye Szent Johanna története az önöknek biztos ismert, hogy menti meg az angol inváziótól a francia területeket ez a kis paraszlány. Tehát ez is egy csoda, egy csodálatos történet, amit mi nem nagyon ismerünk, de ez tulajdonképpen ugyanolyan olyan csodája a népléleknek, mint amit a magyar történelemből nagyon sokan ismerünk. Tehát Franciaország sokkal később áll össze, mint egységes Franciaország, mint Magyarország. Azt mondták annak idején az egyetemen, hogy abban az időben, tehát mondjuk Szent István idején, ha a kárpát-medencei magyarságból, egy nyugati megyéből valaki elment egy keleti megyébe, ez megértették egymást. De hogyha a 15. században egy észak-francia leutazott mondjuk a Massif Centralba, tehát Franciaország közepében, még csak nem is a déli részre, azok nem tudták egymást megérteni, mert más nyelven beszéltek. Tehát még a 18. században is olyan különbségek voltak a mai francia nyelvterületen, hogy gyakran tolmácsokat kellett igénybe venni, mert azok nem tájszólások voltak, hanem egy másik nyelv. Tehát ugye a francia nyelv az úgy alakult ki, hogy volt egy ős lakosság, és akkor most fogok majd rátérni a keltákra. Hát ez a gall népesség volt, amelyik egy kelta népesség. Majd mindjárt arról is beszélünk, hogy mi az, hogy kelta. És itt nagyon szeretném felhívni az Obrusánszky Borbála hát tanulmányaira, meg előadásaira a figyelmet, aki hát ugye főleg ő a magyar őstörténettel foglalkozik, de érinti ezeket az ősi európai népeket is, és hát a többi ezzel foglalkozó, tehát hunokkal, a hun történettel, Attilával foglalkozó előadásokat, mert ott nagyon sok minden összeáll. Tehát én nekem mindig az a problémám, hogy csodálatos történészeink vannak, de nem az akadémián, hanem így a hun történetben, ugye most akit említettem is, és a többiek. De a hivatalos történelem az olyan, hogy nem akar tudomást venni az 1-2000 kilométerrel odébb történő dolgokról.
ha bemegyünk egy francia múzeumba, akkor az embernek az az érzése, hogy minden felirat hamis. Tehát azt egészen másképp kellene értelmezni. A francia történészek egyszerűen nem törődnek azzal, hogy Közép-Európába ugyanabban az időben, amikor ők egy bizonyos korszakot vizsgálnak, Közép-Európában mi történik. Tehát minthogyha hunok nem lettek volna, minthogyha a magyarok története az csak ilyen kis szláv nyelvek, szláv népek története lenne, és a mai napig a franciák többsége az azt hiszi, hogy mi szlávok vagyunk. Tehát annyira felületes és annyira hamis a francia történelem oktatás, meg hát másutt is, én csak azt ismerem, hogy az ember nem tud hová lenni a csodálkozástól, és ők mondják azt magukról, hogy hát ők a kultúr nemzet. Na most pontosan az a helyzet, hogy a kultúrnemzet, tehát az az őslakosság, az a kelta őslakosság, a gallok, akik a magyarokkal kapcsolatban voltak, és bizony nem is hát felületes kapcsolatban voltak. Tehát a kelták, ugye azt írják most már a valóban hiteles forrásokra támaszkodó történészek, hogy az ókelta nyelv az a Kárpát-medencébe született valószínűleg. Tehát innen vándoroltak el, és ugye hát ezt sok kutató, becsületes kutató megmondja, hogy ezeket a tárgyi bizonyítékokat, amiket be lehetne bizonyítani, hogy ez valóban így van, azokat nem igazán vizsgálják meg. Illetve olyan módon feliratozzák a múzeumokban, hogy az nem igaz. Tehát nem bizonyítható. Ha nem tudják pontosan meghatározni, mert pedig nagyon, nagyon nehéz meghatározni egy leletnek az időpontját, ha csak nincsenek olyan pontos tárgyak, amiket igazán hát időhöz lehet kötni, megteszik azt, hogy mondjuk egy kelta sírra, vagy egy hun sírra, az a hun sírnak a leletére azt írják föl, hogy germán, tehát germán, vagy gepida. Úgyhogy nagyon vigyázzunk arra, mert nekem is ez volt az érzésem, és mostanában hallom ezekben az előadásokban, hogy igen, tehát itt hamisítanak, tehát itt keményen hamisítanak. Most hát a kelták, tehát mivel lehet azt bizonyítani, hogy a keltáknak igen szoros kapcsolatuk volt például a hunokkal, tehát Attilával. Azzal például, hogy a 90-es években, amikor elkezdték a számítógépes programozó programokat kidolgozni, akkor meg akarták vizsgálni, tehát meg kellett vizsgálni, hogy ugye miből épül fel egy-egy nyelv, és elkezdték vizsgálni egy-egy nyelvben, tehát a most élő nyelvekben a gyökszavakat. Most, hogy milyen régi egy nyelv,
azt a gyökszavakról lehet megállapítani. És mi az, hogy gyökszó? Tehát egy olyan három vagy négy hangzós szócska, amihez előtagokat lehet ragasztani, utótagokat, tehát ragokat lehet ragasztani, és ebből aztán olyan szóbokrok jönnek létre, amik úgy ágaznak szét, mint egy fa vagy egy bokor. Na most ezek a gyökszavak, tehát a legrégibb gyökszavak, azok a magyarban a legkiterjedtebbek. Tehát például Bolyai János is rájött már erre. Akkor, tehát a magyar nyelvészek kezdték ezt a nyelvi kutatást, és például a 19. század végén, 19. század elején a Tudományos Akadémia megbízást adott a Cucor Fogarasi párosnak, hogy állítsanak össze egy ilyen lexikont, amiben a magyar gyököket közlik, tehát mondjuk egy szótár, de ez egy szótár lenne. És ők ezt, hát jött a szabadságharc, úgyhogy elhúzódott a munka, mert ez évtizedekig tartott, és aztán a 62-től 74-ig hát létrejött ez a szótár, de akkor már a Magyar Tudományos Akadémia nem támogatta. Na most... Én megkaptam egy ilyen kis kivonatot ebből a szótárból, ez fönn van az interneten, és hát ott fölteszik azt a kérdést, hogy vajon miért nem támogatta a Magyar Tudományos Akadémia, hiszen Széchenyi azért alapította, hogy a magyar nyelvet művelje. De ugye, mert hivatalossá csak 1844-ben lett a magyar nyelv. És megvan a magyarázat. Hát ugye 49 után itt a Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia nem volt független. Be is zárta a kapuit. Bezáratta Ferenc József. És hát aztán jött a finnugoristáknak a működése, ugye Hunfalvi, meg a többiek, de akiknek ez nagyon kellemetlen volt, mert ők, akik magyarul alig tudtak, hát ezt egyrészt nem tudták volna elvégezni. Másrészt meg akkor kiderül, hogy azért mégsem finnugor a magyar, és hát megpróbálták megakadályozni a kiadását. De aztán el is hallgatták, úgyhogy máig azért ez a leghitelesebb szótára a magyar nyelvnek. Na most a gyökök, ugye egy nyelvnek a gyökei, tehát például az, hogy kör, vagy ker. Ugye a mással hangzókat jelölték csak régen egy nyelvben, és hát a közé eső magánhangzók az sokféle lehetett. Tehát ezek a szógyökök, tehát ker, kör, kér, és akkor ehhez lehet ugye ragasztani, illetve előtagot adni. Tehát azért olyan csodálatos a magyar nyelv, mert ezt csak azt tudja megtanulni, aki itt él. Hát akkor, amikor én hát francia tanárként ugye továbbképzéseken vettem részt, és francia tanárokat hívtak ugye, a tanfolyamok vezetésére, és hát ők megpróbáltak magyarul megtanulni. Az alatt, az egy hónap alatt mondjuk.
És akkor mondjuk az alapját legalább mondjuk el nekik, hát tanítsuk meg őket, mert ez olyan szép interaktív dolog, hogy én tanulok, illetve fejlesztem a francia tudásomat, ők pedig megtanulják az alapjait. Hát annyira könnyű, hát szóval tanárokról van szó. És akkor szó került az igékről. Ugye, és hát akkor ott van az ige, hogy megy. És hát a franciában is megvan ugye ennek a megfelelője, és akkor elkezdtük hogy használják mondatban. És akkor jöttek az ige kötős igék. Szóval átmegy, felmegy, lemegy, kimegy, bemegy. És akkor néztek pislogva, hogy hány ilyen ige kötő van. És hát mi úgy, szóval ez baj, hogy az ember nem ismeri igazán az anyanyelvét, hát elkezdtük összeszámolni. És akkor úgy gyűjtögettük együtt, hogy hát hányfajta ige kötő van, és magyaráztuk, hogy mit jelent azzal az ige kötővel az az ige. És akkor ránk néztek, hogy az, hogy kimegy, ugye, az egy egészen más szó a franciába, mint az, hogy megy. Azt nem lehet képezni. Tehát minden igekötős igének meg kellett keresni a külön francia párját. És akkor azt mondták ezek után, ezek a francia tanárok, na ne, hát ilyen ember nincs, aki ezt meg tudja tanulni. Szóval egy csoda a francia, vagy a magyar nyelv. És hát a csúcs az volt, hogy 17 ilyen igekötős igét tudtunk összegyűjteni. Ugye, mert vannak olyan igekötők, amit ha hozzáragasztunk az igéhez, akkor az legalább ötféle dolgot jelent. És annak a franciáknak külön ötfajta igét kellett előhozni, hogy ugyanazt a tartalmat vissza tudja adni. Szóval én csak azt tudom mondani, hogy beszéljük a magyar nyelvet, de nem tudjuk, hogy milyen kincsünk van. Én pedig gyönyörűen lehet ezt magunkba is továbbfejleszteni. Tehát mi gyerekekkel csináltuk azt, hogy az autók rendszámtáblájának a betűitből csináltunk ilyen gyököket, és akkor azokkal játszottunk, hogy hányfajta módon lehet azt kiegészíteni, és mind más jelent. Na most, ugye akkor, amikor egy szövegben csak a mással hangzót tüntetik fel, egy idegen nyelvű szövegben, és azt ki kell egészíteni a magánhangzóval. Na most gondoljuk el, hogy annak a fordítónak micsoda nehéz dolga van. Mert nem tudja, hogy most az a magánhangzó az most oda illik-e, vagy egészen más magánhangzóval kellene kiegészíteni. Tehát szóval ott tartottunk, hogy a gyököket kezdték kutatni a most beszélt nyelvekben, és ezek a gyökök csak két másik nyelvben egyeztek meg a magyar gyökökkel, ez pedig az ujgur és az ír nyelv. Hát az írek is kelták. De most, és akkor elkezdték kutatni, hogy lehet az, hogy hát az ujgurokról tudjuk, hát az ujgurok, ugye a rokonaink, ezt most már sikerült bebizonyítani, és ugye föl is vettük velük a kapcsolatot, de hogy az írek ilyen közel legyenek hozzánk, azt senki nem gondolta.
És aztán kiderült, ugye, hogy azok, akikből az ír lett, azok itt éltek a Kárpát-medencében. Tehát Krisztus után 300-ig legalább. És innen vándoroltak, tehát mint kelta nép, nyugatabbra, és tovább ugye Írországba. És hát itt vannak a gallok is. Tehát a gallok is, ugye Gallia, az a mai Franciaország területe nagyjából, ugye Julius Cézár hódította meg Krisztus előtt egy pár évtizeddel, és azt tudjuk, hogy majdnem kipusztította őket. Tehát annyira kegyetlen volt Julius Cézár, hogy Gallia népe majdnem kipusztult. De hát a gall népi hős az Asterix. Ugye a francia képregényekbe, a gyerekeknek rajzolt képregényekbe, hát ez egy fantasztikus figura. De hát ugye az is érdekes, hogy Szent István fejére a koronát Asterix teszi. Asterix. Mi a kapcsolat? Aztán van itt még egy-két érdekes dolog. Gall druida volt Attilának az orvosa. Gall druida. És ő elkísérte Attilát a galliai hadjáratára. Úgyhogy van itt még annyi minden titok, amit föl kellene fedni. Most, ha megengedik, akkor egy kicsit bele kukkantok, mert itt nagyon sok hát szöveg, meg név is előjön, ami hát arra utal, hogy itt szoros kapcsolatunk van a kelta népekkel. Úgyhogy mondtam, hogy kelta fesztivál van minden évben, és például az etruszkok kutatói, olasz kutatói, ugye az etruszkok Itália északi részén éltek, és nagyon gyanús, hogy nem latin nyelvet beszéltek, illetve egészen más nyelvet. Most ezek az olasz tudósok, amit föl tudtak erről tárni, az egy döbbenetes dolog, de ugye hát az etruszkok ugye kihaltak, mondjuk. Igen. És hát valószínűleg akkor mondják a hivatalos hát elméletet vallók, valószínűleg akkor ugye a nyelvük is kihalt. És nem. Az olasz kutatók állítják, hogy a mai napig is beszélik az etruszk nyelvet, és azt úgy hívják, hogy magyar nyelv. Szóval nem tudom, hogy ismerik-e azt a sírkövet, amin egy házaspár található, mert azt tanítják, illetve a középiskolákban, mint az etruszk szobrászat, tehát megmaradt emlékét, és az egészen másfajta szobrászat, mint a római. Tehát valahogy más a szellemisége is. Na most honnan jöttek a kelták? Hát Obrusánszky Borbála azt mondja, hogy ugye az ókori írók azt állítják, hogy a kelták, meg a hunok, meg az irániak, azok hát nagyon nagy népek,
hatalmas népek és ősi népek, meg a szkíták. És ő azt mondja, hogy én voltam a bűnös, nem? Jó. És ő azt mondja, hogy hát korán sincsenek olyan régiek, mint a szkíták. Hát ugye Homérosz is, illetve az ókori tudósok is azt mondják, hogy a legrégibb nép az nem az egyiptomi, amikor erről volt szó, hogy most akkor a világon melyik a legrégibb nép, hanem a szkíták. Tehát az a legrégibb nép, de a kelták, azok mindössze Krisztus előtt 700-ban születtek. Tehát, és valószínűleg itt állt össze az a kelta nép a Közép-Európában, tehát a Kárpát-medencében, amit most úgy hívunk, hogy kelta nép. Ugye az ókelta nyelv, az biztos, hogy itt született. De hát mi az, hogy kelta? De most itt megint csak azzal a problémával állunk szemben, hogy a nyugati kutatók, ugye, mert a most élő népeknek az ősei nyugaton, azok a kelták. Tehát ez a legősibb nép nyugaton, akiket ismerünk. A nyugati kutatók azt mondják, megpróbálják úgy a szó eredetét feltárni, hogy megkeresik ennek a szelt, tehát ilyen formában meglévő névnek az eredetét, hogy az mit jelent. Hát az a kelni, ugye föltámadni a különböző nyelvekben, és hát ugye ők nem tudnak ezzel mit kezdeni. Hát hogy lehet egy népnek azt a nevet adni, hogy kelni? Hát honnan kelni? Hát a magyar az megmagyarázza. Keletről jött népek. Tehát ők is keletről jöttek. És ugyanonnan, ahonnan ugye a magyarok, tehát a nyugati népek ősei, azok keletről jöttek, és ezért nevezték el keltáknak. De ezek a nyugati tudósok, ezek nem kérdezik meg a magyarokat, hogy most ez mit jelenthet. Egész egyszerűen szinte tényleg, minthogyha nem lennénk. Pedig rengeteg dolgot meg lehetne fejteni a nyugati népek történelmében, tehát ős történetében, hogyha a magyar etimológiát vennék alapul. Tehát ezeket a gyökszavakat, amik ős régiek. Most a gallokról ugye mondtam, hogy a kelták leszármazottai, és ezek a gallok és írek, tehát az ókelták, itt a közép-európai, tehát a Kárpát-medencében születtek meg. És nem is tudjuk igazán, hogy azok a római települések, amiket mi most itt mutogatunk az idegenforgalomba, hogy Aquincum, meg ugye a Gellért-hegy, azok gyakorlatilag ezek az ókelta települések. Tehát Aquincumnak is a régebbi neve, az egy kelta szó volt, és víz, hont jelentett. Tehát Aquincum ugye a római elnevezésbe is, ugye hát a vízre utal, tehát víz bőségre utal, ami ennek a
területnek valóban a jellegzetessége, és úgy hívták kelta, köszönjük szépen, úgy hívták kelta nyelvet, hogy avún, aún, tehát így próbálják rekonstruálni. Köszönöm szépen. Igen, igen, nehogy, igen, nehogy, nehogy rá. Csuk, igen. Tehát ez volt Aquincum neve, és ugye tőle északra volt Szikambria, amiről hát Herceg Ferenc sokat, sokat beszélt, és hát ő ismeri ezeket a helyeket nagyon. Úgyhogy maga a kelta nyelven a Szikambria az visszavezethető a Szujokhán, Szikán névre. Tehát ez is egy kelta szó. Ugye hát azt tudjuk, hogy a rómaiak a Dunántúlt birtokolták, és a Duna vonalán volt a limes, ugye a határ. Most nagyon sokszor ostromolták a limeszt a hunok, ezt is megtanultuk. De miért ostromolták? Ez az egyik kérdés. És hogy védeni tudták a rómaiak? Hát bizony nagyon sok őrség volt itt a Duna vonalán, és azért volt olyan nagy római őrség, mert nagyon nagy ostromnak voltak kitéve. Most ugye a hunokról tudjuk, hogy az egy olyan szabad társadalmat tudott megvalósítani, ahol valóban az emberek, ha nem volt háború, tehát ha nem kellett valami ellenséggel szembenézni, tehát boldogan tudtak élni. Mert itt megint csak a magyar Szent Korona jogrendre utalok vissza. Tehát ott ez már egy olyan formában létezett, hogy az akkor meglévő, tehát akkor működő társadalomnak az alapja volt. És borzasztó szomorú dolog, hogy itt most mindenféle alkotmányjogi vitával állítják szembe az embereket. Mert 89-es alkotmány, vagy nem is tudom én, 2012-es alkotmány, és akkor egymásnak esnek az emberek, hogy hát most melyik pártjára állok, mert hogy jogilag ez a elfogadható, vagy az a elfogadható. Hát nem, szóval az egy társadalomnak a működését, tehát fennmaradását, fejlődését, azt egy olyan alkotmány tudja csak biztosítani, mint például a mi Szent Korona jogrendünk. A természet jog, a hagyomány jog. A hagyomány ugye az azt jelenti, hogy olyan dolgokat tartok életben, tehát olyan szokásokat, olyan hagyományokat, amelyek beváltak. Beváltak. Na most ezt nem írták le nagyon hosszú ideig, mert mindenki előtt nyilvánvaló volt. Tehát, hogyha valaki nem dolgozott és elvette a másikét, akkor nyilvánvaló az tolvaj, és azt valamilyen formában le kell állítani, vagy meg kell büntetni. Tehát ilyen magától értetődő dolgok és hagyományok képezik tulajdonképpen a Szent Korona jogrendet, csak hát sokkal bonyolultabb ez, és évezredek alatt kialakult jogrend, amit mindenki elfogadott. Tehát ez a lényege
a működő társadalomnak, hogy olyan alapelveken nyugvó jogrendet tud kiépíteni, amit minden józan ember józan belátással elfogad, és magára nézve kötelezőnek tart. Tehát ez a Szent Korona jogrend. Na most természetesen most azt mondják sokan, hogy hát a Szent Korona jogrend az ugye tulajdonképpen nincs is leírva, az gyakorlatilag a magyar Corpus Juris, amelyik évszázadok folyamán lett leírva, és nagyon konfúzus. Természetesen csak annak, hogy egy része van leírva, illetve csak az alapokat írom le, hogy mindig alkalmazhassam az illető korra, ez az alapja ennek. Tehát persze, alkalmazni kell. Alkalmazni kell, ha kell, le kell írni. De az, hogy milyen jogrend van érvényben, most a Szent Korona jogrend, vagy egy másfajta jogrend, azt igen érdekes módon lehet meghatározni. Mert valaki azt mondta most az utolsó napokban, hogy hát a Szent Korona jogrendet nem lehet visszaállítani, mert az nincs leírva, az nincs kidolgozva, az már elavult, az a Szent Korona az nem tud intézkedni, mert annak nincs keze, lába, akármilyen. És csak a leírt alkotmányok alapján lehet működtetni egy társadalmat. Na most ez nem igaz. Ez nem igaz. Hadd mondjak egy példát. Ugye a 2012-es alaptörvény, az azt mondják, nem érvényes, mert azt úgy hozták létre, hogy nem is azok hozták létre, akinek kellett. Mert a 89-es az érvényes, mondják sokan, mert hogy az volt a legutolsó elfogadott akármi, de kik által elfogadott? A 89-es alkotmány alapján fosztották ki az országot, már bocsánat. Akkor hogy állítsuk helyre? A 89-es alkotmány alapján nem lehet visszaszerezni az állami vagyont, amit elloptak. Tehát a teljes állami vagyont azt szinte magánsebekbe mentették bizonyos hatalmasok, meg külföldiek kezére. Tehát a 45 utáni alkotmányok, azok nem lehetnek jogfolytonosak, mert megszállt ország voltunk. Tehát a Szent Korona jogrend az megszűnt, ami azelőtt ugye működött, azért nem tökéletesen persze, de működött, és hát utána meg nem lett semmi olyan, ami alapján most egy normális működést biztosítani lehet. De 45 előtt, illetve a 20. század első két évtizedében még működött ez a Szent Korona jogrend. Hát akkor sem tökéletesen, én nem mondom, mert nagyon sok visszaélés történt akkor is már, mivel akkor már ugye az örökösödési rendszer is megváltozott, és minden egyéb. De én találtam egy érdekes példát, Szabó Ervin példáját. Ő 1918-ban meghalt, de azelőtt a Szabó Ervin könyvtárnak, tehát a fővárosi könyvtárnak volt az egyik vezetője, könyvtárosa, állítólag ő hozta be a tizedes osztályozási rendszert, nem ő hozta, illetve ő alkalmazta, de nem ő találta ki, mert a sógora az a Magyar József, polihisztor volt az, aki mindezt kidolgozta, mindegy. Tehát Szabó Ervin, a fővárosi könyvtár alkalmazottja,
Hát nem volt gazdag ember. Zsidó ember volt, de nem volt gazdag ember, tanult ember volt, és hát ő szeretett volna hát egy kicsit vagyont gyűjteni. Ez egy bocsánatos dolog. És abban az időben, tehát a 20. század első két évtizedében rengeteg technikai találmány született. Na most ezeket szabadalmaztatták a feltalálók, beadták a szabadalmi hivatalba, és voltak, akik ezeket a találmányokat hasznosítani akarták, ugye, mert ez ugye az ipari forradalom után ez volt az egyik módja annak, hogy valaki gyorsan meggazdagodjon. És szokás volt egy ilyen vállalkozásba befektetni a kis pénzét az embereknek, hogy például egy új repülőgép modellt megalkossanak. És vagy már akkor létezett a helikopter terv, és csak a feltalálónak nem volt pénze, hát akkor gyűjtött olyan embereket maga köré, hogy meg tudja valósítani. Na, hogy Szabó Ervin elment az egyik bankba, és hát kölcsönt vett fel arra, hogy azt hiszem, a Magyar Józsefnek volt egy találmánya, a sógorának, egy ilyen kinyújtható szárnyfelületnek a bevezetésére. Ugye akkor az új volt, hogy a szárny méretét lehet hát módosítani, ami most mindenütt bevált módszer, de akkor az újdonság volt. Tehát egy nagyobb összegű kölcsönt vett fel az egyik banktól. Nem volt semmi más zálog, tehát ilyen záloga, hanem csak a lakása, meg a lakásberendezése. De megkapta a nagy összegű kölcsönt, és mit ad Isten, hát befutcsolt a vállalkozás. És a bank beperelte Szabó Ervint, hogy tessék nekem visszaadni a kölcsönt. Nyilván, hát minden jogrend alapján, hogyha kölcsönt veszek fel, akkor azt vissza kell fizetni. De nem úgy, mint a devizakölcsönösök, szóval az már csalás. De ez egy nyilvánvaló tény volt. És Szabó Ervin hát egy ügyvédet megbízott az ügyjel, és az ügyvéd a következőképpen érvelt, ugye a Szent Korona jogrendet tisztelni köteles bíróság előtt. Kérem szépen, Szabó Ervin az egy tudós ember, mert a fővárosi könyvtárban olyan munkát végez, tudós munkát végez, amivel a magyar nemzet szellemi kincsét gyarapítja, azt bővíti, arra vigyáz. Egy ilyen embert kinevelni, hát az több évtizedbe kerül. És ez az embert, hogyha most arra kötelezzük, hogy kiköltözön a lakásából, és a berendezéséről is le kell mondania, utcára kerül, nem tudja a munkáját végezni. Tehát elveszítjük ezt az embert, aki a magyar nemzet szellemi kincsét ápolja. Annak idején, amikor a bank kölcsönt adott, a banknak kötelessége lett volna megvizsgálni, hogyha valami baj folytán, haláleset folytán például, hát nem tudják visszafizetni azt az összeget, akkor azt a kárt neki el kell viselnie. Hát kérem szépen, a bank kockázatot vállalt. Hát akkor a bank viselje a következményeit. És felmentették Szabó Ervint. Tehát
Szent Korona jogrend alapján nem lehetett elvenni a munkástól a munkaeszközét. Tehát nem lehetett kitenni, olyan helyzetbe hozni, hogy ne tudjon dolgozni. Tehát valahol itt van ennek a jogrendnek a kulcsa, hogy a józan ész alapján nem a pénzintézet és a pénzvilág érdekeit helyezi előtérbe, hanem az ember érdekét, annak a társadalomnak, az egész társadalomnak, a közösségnek az érdekét, és nem csak egy csoport érdekét. Tehát a pénzcsoportért. Tehát valahogy így kellene nézni ezt a Szent Korona jogrendet, hogy ezt visszahozni. Ezt vissza. Hát olyan gazdag ez az ország. Most is. Most is. Tehát meg tudnánk oldani, ha lenne aki a hatalom birtokában ezt véghez vinni. Vissza a keltákhoz. Bocsássanak meg, ezt nagyon fontosnak tartottam. Tehát Attila házi orvosát úgy hívták, hogy Odax, Audoxius, ez volt a druida, és hogyha ezt egy kicsit franciásan ejtjük, Odaz, Ádáz. Tehát itt is megvan ennek a kapcsolatnak a hangzó értelme. A kelta nyelven a győzelem úgy hangzik, hogy Buda. Tehát nagyon sok mindent érdemes lenne itt végignézni. És hát ezután épül fel ugye Ecilburg, tehát Budavára, úgyhogy lehet, hogy még ez a szó is ott van Buda nevében, bár ugye hát valószínűbb az, hogy valóban Budáról, tehát a keleti szentről, tehát Buddháról nevezték el, de hát Buda volt ugye Attila testvére is. Szóval, és ha arra asszociálok, hogy győzelem, győző, Viktor, tehát valahol itt etimológiailag ezek is összefüggnek. Most Csomor Lajos írja azt, az ő felsége a Magyar Szent Korona című könyvében, hogy Nyugat-Európa ötvös művészetének alapja a kora középkor tekintetében a sumér, itt most sumérről volt szó, a sumér és egyiptomi kelta ötvösség. Tehát itt az egyiptomi ötvösséget is valahol be lehet hozni ebbe a történetbe, és azt hiszem, hogy itt csodálatos dolgokat lehetne fölkutatni, hiszen azt már tudjuk, hát az majdnem már köztudott, hogy az egyiptomi aranyékszereknek az anyaga az a Kárpát-medencéből származik. Ezt meg lehetett állapítani. Szóval, és maguk a jelképek, az ábrázolások, szóval itt nagyon-nagyon izgalmas témák vannak. Most azt is megállapították az ötvösök, hogy ezek a csüngők, tehát ezek a csüngők, amik a Szent Koronáról ismertek, azok először Mezopotámiában jelennek meg, és aztán innen terjednek el, hát mai ismereteink szerint a hunokhoz is. Most a képes krónikában is szerepelnek a kelták.
úgy említik, hogy maguk testvére egy bizonyos gomár népe is kelta. Most ezt a gomár népét, ezt meg Trójából származtatják, ugye, hogy amikor a trójai háborúban Trójából menekültek a Duna, tehát az Alduna folyásához érkeznek, akkor a Duna mentén jönnek fel ugye a Kárpát-medencébe, itt letelepednek egy időre, és egy 200 év után pedig mennek nyugatra, hát erről megint csak Herczeg Ferencnek a előadásait tudom ajánlani. Most van itt még egy érdekes dolog, amit hát Miklós figyelmébe ajánlok most. Az, hogy tehát a kelták innen rajzottak nyugatra. És úgy írják a történészek, hogy itt egy új nép született, tehát a kelta nép, és ugye az írek is innen mentek tovább, és ők miközben itt letelepedtek, ugye a Duna mentén, amit ők úgy hívtak, hogy a jó anya, tehát az édes anyu, de a nu, du, na. És mivel nem tudták hát magukkal vinni ugye a Dunát, mert hát szent folyójuk volt, hát ez váltotta fel ugye az Isztár nevet, Isztár istennőről volt elnevezve annak előtte, ugye ami tudjuk, hogy mezopotámia istennő. Ezért aztán a szent ősanya földét, ugye amit itt hagytak, hiszen nyugatra vándoroltak, azt úgy nevezték a későbbi idők folyamán, hogy anyahon, azaz anuin, annún, Miklós, annún. Ilyen becsengés. Igen, igen. Igen. Szóval, és aztán az ő mondáikban így nevezték a más világot is. Hát a más világot, ahová a szeretteik visszatérnek, ugye, haláluk után. Tehát annón. Szóval, és volt egy másik neve is ennek, hát a Nénehona, tehát Néne, amit hívtak ők Bannának is, Bányának is, Banyának is, Banyahon, Pannón, Pannónia, Pannónia. Szóval itt a nyelvek etimológiai, tehát a gyökökre visszavezetve, és valóban magyarul gondolkodva, tehát most nagyon sokan mondják azt, hogyha magyarul gondolkodunk, akkor az idegen nyelvekből is rengeteg dolgot megértünk, mert valahogy innen származik a magyar nyelvből. És hát ugye így lett aztán a Kárpát-medence az édes anya országa, azaz boldogasszony országa. És hát volt itt még több olyan dolog, tehát például a viseletre vonatkozó kapcsolat a kelták és a hunok között, tehát az előkelők között, a nyakperec.
Tehát az összes többi nép közül csak a kelták, meg a hunok előkelői viselték a nyakperecet, amit a kelták úgy hívtak, hogy perc. Tehát itt a fonetikai változásokat is figyelembe kell venni. Hát aztán azt már nem is említem, mert azt önök biztos tudják, hogy ugye a kelta temetkezés is ugyanolyan tömegsíros temetkezés, mint a hunoké, tehát ilyen kurgánokat építenek a kelták is, és ezek megtalálhatók Franciaországban is, hát főleg az északi területen, Karnak, ez Bretagne-ban van. Ez is egy ilyen halomsíros temetkezés helye, és hát Stonehenge, ugye Angliában azt nem is kell említenem, hogy ugyanígy a kelta halomsírok, illetve a hun halomsíroknak a hagyományát és formáját mutatja. Úgyhogy hát bocsássanak meg, hogy ilyen hosszú voltam, és hát csak ennyit tudtam hozni, de ezt köszönöm, hogy meghallgatták. Igen. Galkakast, ha intassam. Jaj, galkakast fogunk látni. Aha. Ez egy ősi családi erekje. Igen. 20 frankos napok van. Tehát egy galkakast látunk, egy ősi családi erekjét. Egy 20 frankos. Na most a nevem is nagyon gyanús. Mit mond magának az, hogy zsigó? Franciául. Hát ezt most nem tudom. Állítólag ez egy ünnepi francia étel. A zsigó. A zsigó. Persze. Hát sült. Ürücomb. Igen. A nevem meg Viktor, amit meg Viktor után kaptam, mert anyámnak a kedvenc írója volt. Na, ennyit az, csak. Szóval nagyon sok dolog van itt még, meg szóval az, hogy a francia királyok Jézustól származtatják magukat. Azt nem tudom, hogy ki előtt ismeretes, hogy... Na most miért? Miért? Hát ugye amikor Jézust megfeszítették, akkor a családja meg a rokonai azok menekültek, tehát üldözték. És nagy a valószínűsége, hogy Dél-Franciaországba is eljutott egy csoport, és ott egy kis közösséget alkottak, és hát ebből származott a Meroving család, tehát a későbbi francia királyok, ugye ez az első évszázadokban volt, tehát a későbbi francia királyok egyike onnan nősült, és hát valószínűleg a Merovingok ezért származtatták magukat. Van egy másik elmélet, ezt nem tudom, ismerik-e, hogy ennek még, én úgy tudom, hogy nincs bizonyítéka, de hogy Attilának volt egy Merové nevű fia Ildikótól. Ildikó... Szóval... Több fia volt, ugye? De volt egy állítólag Merové nevű fia. Ő volt Aladár. Aha. Csilderik. Ah, igen, Csilderik. És a katalogból származtatják tovább.
Igen. És még egy, szóval azt nagyon nálam jobban elmondja Grusánszky Borbála, meg a többi kutató, hogy az Attilával kapcsolatos mai elfogadott tézisek 99%-a hamis. És főleg nyugati vonatkozásból, mert ott ördögnek meg akárminek festik le. És hát az is hamis, hogy úgy halt meg, ahogy. Mert hogy nem az Ildikó ölte meg. Már bocsánat, de ezt el kellett mondanom. Mert ugye, hát Attilát felszabadítóként üdvözölték a gallok például. Mert a rabszolgatartó társadalomban, hát mondtam, a gallokat szinte kiirtotta Julius Cézár. És amikor a galliai hadjáratba elmegy ugye Attila, akkor egy gall druida, az orvosa. Tehát őt felszabadítóként üdvözölték, és állítólag a galliai és a hispániai hadjáratára is elkísérte Ildikó. És ezt ugye úgy hamisítják meg, hogy Brünnhilde, vagy Krimhilde nevezetű volt, aki megölte. Hát semmiképp nem lehet az, mert nekem egy francia tanárnő mondta, hogy hát az Ildikó név az nem a Brünnhildéből, Krimhildéből jön. Ez egy erdélyi név, eredeti erdélyi keresztnév. És hogy nem tudom, itt van-e más Ildikó, de én 14 éves koromban az Élet és Tudományban találtam a következő kis cikket. Ez egy ásatásról szóló cikk volt. Nem vették máshonnan, csak szakfolyóiratból. Mezopotámiába ásattak abban az időben, és találtak egy hát előkelő hölgynek a sírját. Egy fiatal előkelő hölgynek a sírját, és abban megtalálták a használati tárgyait. Egy kis csészét, amire rá volt írva a neve. És ez a név az volt, hogy Il, kötőjel, Di. Vagy Él, Di. Ugye a magánhangzókat nem jelölték. És volt még valami ebben a sírban. Egy kis kutyaszobor, ami Pulit ábrázolt. Tehát honnan jön az Ildi név? Szóval köszönöm szépen, elnézést!